Volt már olyan reggeled, amikor az ébresztő óra csörgése arra késztetett, hogy szinte zokogva hagyd el az ágyad melegét, és az ágyból való kilépés csupán egy lehetetlen feladatnak tűnt? Mindannyian átéltük már azokat a napokat, amikor testünk és elménk, mintha egy másik dimenzióban lenne, ellenállva az ágy kényelméből való kilépés gondolatának. Ilyen reggeleken fontos tudatosítani a saját magunknak szánt idő fontosságát. Testünk hihetetlen gépek, de mint minden jól tervezett rendszer, néha szükségük van kicsit több figyelemre és több gondoskodásra. Éppen ezért ezeken a napokon az egyszerű mozgás hihetetlenül erőteljes eszköz lehet az újra energetizálódáshoz. Ahogy lassan kelünk az ágyból, fontos, hogy gyengéden bánjunk magunkkal. Kezdjük egyszerű feladatokkal, hogy felébresszük az alvó izmokat. Ezek az egyszerű mozdulatok serkentik a vérkeringést is, oxigént juttatva az agyba és elindítva a napot. Azon felül, hogy fizikai előnyökkel jár, ez a rövid időszak mentális jólétünkre is mély hatással lehet. Ez lehetőség arra, hogy a pozitív hangulatot megteremtsük a napnak, hogy tudatosan éljünk és kapcsolatba lépjünk a belsőnkkel. Ahogy mozgunk, oldjuk a feszültséget, és helyet teremtünk egy kiegyensúlyozottabb és fókuszáltabb gondolkodásmódnak. Ne feledd, az öngondoskodás nem csupán luxus, hanem szükségszerűség is. Testünk és elménk összefüggnek, és az egyik gondozása elengedhetetlenül kapcsolódik a másik jólétéhez. Tehát ezeken a kihívás jelentő reggeleken öleljük meg a lehetőséget, hogy néhány extra perc önmagunkkal foglalkozzunk. Legyen az egy rövid jóga, egy kényelmes sétára való idő, vagy egy pillanatnyi meditáció. Ezek a kis tettek átalakíthatják azt, ahogyan szembenézünk a következő nappal. Amit navigálunk a rohanó életünk követeléseiben, ne feledjük, hogy az igazi produktivitás és kielégülés a holisztikus jóléthez vezet. Azáltal, hogy aznap reggel gondoskodtunk testünkről és elménkről, lehetőséget teremtünk egy energikus, pozitív és ellenálló napra. Tehát a következő alkalommal, amikor habozol elhagyni az ágy kényelmét, tarts szem előtt a mozgás és a tudatosság átalakító erejét. Fogadd el az alkalmat, hogy befektess magadba, és figyeld, ahogy a nap többi része új lendülettel, és céltudatossággal bontakozik ki. Legyen szép.